Szép napot kívánok mindenkinek! Horváth Klára vagyok, a Kerepesváros Értéktár Bizottságának elnöke. A bizottság és a munkacsoportja nevében nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Somló Sára, szobrászművész, költő, 45 éve a mai napon hunyt el itt, Kerepesen. Tiszteletére az önkormányzatunk felújítatta síremlékét. Külön tisztelettel köszöntöm polgármesterünket, Franka Tibor Pált, aki a síremlék felújítását azonnal támogatta. Köszöntöm a képviselőasszonyokat és urakat, felkérem polgármesterünket, emlékezzen meg Somló Sáráról. Kerepes életében, az utóbbi esztendőkben mindenki, aki érdeklődik a közélet iránt, az értesülhet róla, hogy sok egyéb mellett különösen sok gondot fordítunk arra is, hogy akik itt éltek, és megérdemlik az átlagosnál is nagyobb figyelmet, azokról gondoskodni óhajtunk. Szeretnénk természetesen mindig hozzátéve a lehetőségeinkhez képest. Nos, Somló Sára egyike Kerepes lakóinak, aki nagyon sok hírnevet, jó hírnevet szerzett a településnek. Sokoldalú ember volt, és még amikor született, akkor Nagyvárad Magyarország volt, ott született. Aztán Nagyvárad már nem Magyarország, Kerepes hál' Istennek még az, és reméljük, hogy marad is, és Kerepesen munkálkodott. Sokoldalú emberről van szó, nem csak képzőművészként, noha azt tanulta, hanem író, költőként is alkotott, és tarka tevékenység mellett aktívan részt vett Kerepes életében. Én olvastam a visszaemlékezését a II. Világháborúval kapcsolatban is, aránylag történelmileg is egy hiteles anyagnak számít, amit ő akkor papírra vetett. De hogy a nagy dolgokkal szemben a kicsikbe is mennyire közéleti volt, például ugye a Kerepesi Szent Anna templom számára készített féldombor művet ma is látható a templomba, de a 20-as években a templomunkból ellopták a szőnyeget, és akkor Somló Sára vásárolt a templomunknak új szőnyeget az ellopott helyet. Tehát fönt is, lent is, középen is, azt hiszem egy olyan ember volt, aki a kis dolgokban is ugyan lelkiismeretesen szolgálta a közt, alázattal, mint a nagy dolgokban. Hiszen nem szobrai több helyen, több sírkertben is megtalálható. Például Madácsnak ugye a mellszobrát megfaragta, ennek a másolata díszből ma is megvan a könyvtárunkban, és az a szobor most, sőt nem most, már évtizedek óta Csesztén található, a Madács kúriában, Madács ugye oda volt vissza, és eléggé tragikus családi életét fölvállalva, hogy amellett azzal együtt írta meg az ember tragédiáját. Tehát Somló Sára még ilyen értelemben is a nagyon nagy magyarokhoz is kapcsolódik, munkásságát, emberségét illetően. Elhagyagolt volt a sírja, és a bizottság kérésére azonnal intézkedtünk, és itt köszönök mondok Borga Dodi barátunknak, aki nagyon rövid határidőn belül vállalta, hogy rendben volt, hogy fölcsiszolja, murvázza, sőt, még látok is emberedet is elhelyezett. Somló Sára, föltámadás. Egy húr pendült a hegedűkön. Új, tiszta húrról tiszta hang. Remekbe bú, zokogba zúg, mint hajnalt üdvözlő harang. Bűnért vezeklő könnyet ontat, köszönt munkára sietőt, sírván búcsúztat hősi holtat, s újonga boldog kicsőt. Egy húr pendült a hegedűkön. Sikító, síró riadó, s a hegedűsök vász kezében munkára kész a tört vonó. Vízhangja kél Belcek kövétől, a tenger morajló habjaik, a görnyedők véres szívétől, gyermekek mosolygó ajkaik. Végig rikolt a pusztaságon, riadva kér kiszúnyadott. Ébredjetek, fiúk, leányok! A dal föltámadott, mert sírba volt temetve mélyen. Virág övezte sír alá. Az ivadékok féltő gonddal hordták a csokrokat reá. Összejöttek tizen, százan, siratni az elmúlt dicsőt. De sosem egyesültek bátran, egy új életre keltni őt. Föltámadott hát, hangja hívón, reszket az ős vártermen át.
hol könyre könyv és kőre kőhult, s a gyász pusztulás ütött anyát. És ím e hang sikoly szavával megnyitja kripták ajtait, az ősregősök, hegedűsök, hősmesemondók ajkait. Tárul nyomán a múlt homálya, és csalhatatlan zeng szavuk. Botlások, bűnök szörnyű árja. Ez áruló volt, az hazug. Egy ajk sem mondja, megbocsátok. Bosszúra vár az áldozat, gyilkos fejére véres átok, az árulóra kárhozat. Aztán, mint langyos esti szellő, virágillattal terhesen, e kobzog zsongó muzsikája zeng minden házi tűzhelyen. Hol enyhet és megnyugást vár, tavasz derűjét, ragyogást, az, aki bízik szép s igazban, hisz bűnhődést, feltámadást. Egy húrpendült a hegedűkön. Üdvözlő a kerülnapok. Ébredjetek, fiúk, leányok! A dal föltámadó. Sára néni a két világháború között költözött Kerepesre, ahol visszavonultan élt. Itt Kerepesen a jelenlegi Szabadságút 201-203-as szám alatt lévő Incédi gombos kúriába élt, alkotott. Gyermekként arra emlékszem, hogy hatalmas művészterme és könyvtára volt. Előkertjét állt egy szökőkút, amely hatszögű volt, minden szögőnél volt egy ülőke, körbevette a sástudión. Mi, a környéken élő gyerekek, oda jártunk fogócskát játszani, hatalmas nagy fák, bokrok, nagyon jó játszóhely volt számunkra. Mint a gyerekek, ha többen vannak, elég zajosak voltunk a játék hevében. Ő nem zavart el bennünket, csak azt kérte, hogy délután 1 és 3 óra között ne menjünk oda, mert akkor pihenni szokott. Mi ezt természetesen tiszteletbe tartottuk. Szeretett a gyerekekkel beszélgetni, olykor-olykor beengedett a lakásába, mi meg csak ámultunk, bámultunk a sok-sok csecsebecsén, emléktárgyakon, szobrokon. Néha leültetett bennünket, és még az írógépelést is megengedte. Vetetett a mindennapokról naplót, amelyet nem találunk, csak részleteket ismerünk. Sári nénének nem volt gyermeke, a Nemzeti Galériával vagy az Iparművészeti Múzeummal eltartási szerződést kötött, cserébe valamennyi ingóságát, szobrát, könyvtárát sajnos elvitték Kerepesről. Egyetlen egy műve van itt Kerepesen, a Szent Anna templomban a Mária Kisdeddel dombormű. És most felkérem Ágó Katalin, Széchenyi István általános iskola tanárát, hogy szóljon meg. Somló Sári pályáját autodidakta művészként kezdte. Először 1908-ban állított ki. Még ugyanebben az évben Filozófia című szobrával elnyerte a Párizsi Nemzetközi Képzőművészeti Kiállítás nagydíját. 1908-tól ő a Magyar Képzőművésznők Országos Egyesületének titkára, majd később 1922-től 1948-ig az elnöki tisztséget is betöltötte. 1911-12-ben az Iparművészeti Iskolában tanult, neves mesterek tanítványa volt. Majd 1912-ben kinevezték tanársegédnek, ahol 1915-ig működött. A monzai nemzetközi iparművészeti kiállításon nagy sikert arattak művei. 1925-26-ban tanulmányúton vett részt Olaszországban és Franciaországban, Rodin mellett is dolgozott. Szobrászként elsősorban portrékon, kis plasztikákon és érmeken dolgozott, felkérésre készítette el Vajda János és Bartók Lajos síremlékét. Íróként és költőként is sikeres tudott maradni, és aktívan vett részt a képzőművészek közéleti tevékenységében. Neves alkotásai szerepelnek köztereken, például Katona József, Madács Imre, Bartók Lajos síremlék, Vajda János síremlék. Ő készítette el dr. Tarcsai Vilmos síremlékét, Apáti István bronz emlékművét, Udvari Géza síremlékét,
illetve található a Pasaréti lakótelepen egy kő Krisztus keresztel című alkotása, illetve emléktábla, szintén Bartók Lajos emlékére. Költeményei 1908 és 1909-ben jelentek meg, továbbá novellákat adott ki 1914-ben a hallali vadász történetekről. Szent Miklósról 1917-ben címmel jelent meg elbeszélő kötete, illetve 1920-ban egy verses kötete jelent meg a Mélységből kiáltok címmel. Istenünk, kérjük az ő áldását erre az sírkő megáldására, hogy áldja meg mindent, aki ezt készítette, felújította, hogy a mindenható Atya, az örök Istenünk áldja meg ezt a sírhelyet, hogy akik ide eljönnek és előtte imádkoznak, az ő imájuk meghallgatás legyen. És nekünk legyen vigaszunk és oltalmunk és menedékünk, hogy a feltámadáskor újra találkozhatunk vele. Szentelje meg, Urunk, ezt a sírhelyet az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Most pedig közösen imádkozzunk érte egy mi atyánkat és az üdvözlőjét. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat neki, és az örök világosság fényeskedjék neki. Nyugodjék békességben. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. És megköszönöm.